Új szerepkörben vagyok, mint válogatott edző, eddig ugye, mint volt világbajnok és versenyző. Menjetek oda apához, mindjárt jövök, jó? Menjetek. Futás, mert anya beszél a kamerába. Futás. Nagyon örülök, hogy felkértek, hogy legyek tagja ennek a stábnak, hiszen így tudom a legjobban átadni én tapasztalataimat és az én tudásomat, amit a több mint 10 éves pályafutásom alatt összeszedtem. Nagyon inspiráló volt itt újra velük edzeni, hiszen én beálltam egy picit, át is adtam azt, amit én tanultam és én tapasztaltam. Ugye a felnőtt csapattal volt a munka. És nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ha csak egy pici kis morzsa is megmaradt bennük, akkor ez az ő küzdelmüket majd segíti, és frissíti a tudásukat, a tudatukat, és ezzel majd talán ők is sikereket érnek el. Jön az ugrás. Egészen nagy csapat gyűlt most itt össze Budapesten. Ezt nagyon-nagyon jó volt látni, hogy újra egyesült a három branch, és egymást segítve küzdünk és gyakorlunk. Szerintem pont ez lenne a legfontosabb, hogy egy intelligens, értelmes csapat jöjjön össze, aki nem egymást hátráltatja, hanem segíti azzal, hogy odafigyel a másikra, úgy küzd vele, hogy abból tudjon tanulni, és ne sérüljön bele, és mégis azt, hogy jó, keményen mutassuk azt, hogy igen, bennünk van erő, mi arra hivatottunk, hogy nagy bajnokokat neveljünk majd ki, és ez egy prima lehetőség volt arra, hogy itt gyakoroljanak. Én a felnőtt csapattal voltam, és úgy látom, hogy jó magja van annak, hogy itt Európában is szép helyezéseket érjünk majd el. Akik még nem jutottak el a válogatottig, de ott vannak már a sarkában, és kezdenek versenyezni, vagy éppen az edzésen érik be a munka, és alakulnak szépen az öfokozatok. Hát fantasztikus ennek a csapatnak a részese lenni, és csak azt tudom mondani, hogy a belefektetett erő és a sok edzés biztos, hogy meghozza a gyümölcsét, és előbb vagy utóbb az ember eljut odáig, hogy válogatotti színekben képviselje majd Magyarországot, és onnan természetesen határa csillagos ég. Mindig az edzésnek a híve voltam, és a heti 10-12 edzésen meghozta a gyümölcsét. Úgy gondolom, hogy aki nagy bajnok szeretne lenni, az, hogyha eleget tesz bele, az biztos, hogy vissza fog neki is majd jönni, és ezzel meg lesz elégedve. Úgyhogy csak motiválnék mindenkit arra, hogy használja ki a fiatal éveit, és versenyezzen minél többet, hiszen később már erre nem lesz lehetőség. És most ezt a pár évet a legjobb erre tölteni, és megélni azt, hogy milyen az a versengés, egy ilyen csapatban, ami mégis összetartó, és nagyon jó.